A Pécsi Német Kör örökségklubjának keretében dr. Sümegi József diakónus történész a bátai Szentvérkegyhely őre a Pécsi Egyházmegye német származású püspökei címmel tartott előadást a Magtár Látogatóközpont Belon termében. A Pécsi Egyházmegye ezer éves története során ugyanis nem csak magyar, hanem számos német származású főpásztor is állt az egyházmegye élén. Ez nem csak az újkorra igaz, hanem igaz a középkorra is, hiszen Pécsnek az első püspöke is külföldi volt, Bonipert, és a középkorban pedig épp a magyar királyoknak a diplomáciai tevékenysége kapcsán az érdekkörében nagyon sok olyan püspök került, akiket a Pécsi Egyházmegye élére állítottak az uralkodók. Ezek közül kiemelném például Koppenbáki Vilmost, aki az egyetemnek az alapítója volt, vagy például az albenieket, akik közül János és Henrik is püspök volt ebből a családból, vagy a 15. század végén Ernst Zsigmond, akik kancellárok, illetve kincstartók voltak az uralkodó környezetében, és így kerültek a pécsi püspöki székbe. Más a helyzet az újkorban, tehát a török utáni időszakban, ahol a 18. század első felében, a török utáni visszahódítás időszakában nagyon jelentős püspöke volt Pécsnek Nesselrode Ferenc, aki katonai pályán kezdte ugyan, de Pécsnek ő lett a török utáni második püspöke, illetve nagyon fontos a 20. század története, amelyben három olyan német származású püspök is van, akik már a magyarországi németségnek a köréből származtak. Ugye Virág Ferenc, Cserháti József és Mayer Mihály is ebből a körből származott. Dr. Sümegi József ezt követően kifejtette, hogy a 18. században az egyházmegye sok nemzetiségű lett. Volt olyan püspök, aki hivatalának elfoglalása után azért tanult meg németül és horvátul, hogy az itt élő kisebbségek híveihez az anyanyelvükön szólhasson. Ilyen volt például Szepesi Ignác. Én azt gondolom, hogy vitték tovább a püspökségnek azt a fajta elhivatottságát és feladatát, amely minden püspöknek egyben feladata. Tehát, hogy pásztor, hogy tanító, hogy egyben a vallási életnek az irányítója. Emellett természetesen az egyházmegyénk, főleg a török utáni időszakban ugye sok nemzetiségű lett. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem csak a német püspökök szólhattak saját nyelvükön a saját híveikhez, hanem ez nagyon fontos volt, én úgy látom, a magyar származású püspökök esetében is, hiszen volt olyan püspök, aki amikor a püspökség élére került, azért tanult meg németül és horvátul, hogy az itt élő híveihez az anyanyelvén tudjon szólni. Ilyen volt például a Szepesi Ignác püspök. A 20. század történetéből három olyan főpásztort emelt ki Sümegi József, akik maguk is a magyarországi németség köréből származnak. Virág Ferenc püspök időszakából talán azt emelném ki, hogy ő egy átmenet a két világháború közti katolikus felvirágzás és a kommunista diktatúrának a nehéz évei időszakában is, hiszen a püspökség ideje átíveli ezt, hiszen ő még megérte 1956-os forradalmat is. Cserháti püspök úrnak az időszaka az talán a Kádár korszaknak a jellegzetes egyházpolitikájának a nyomait viseli magán, és hát Mayer Mihály pedig megadatott az, hogy a rendszerváltásnak a püspöke lehetett, és a kommunista diktatúra évei után ő tudta újjáépíteni, vagy újjáformálni azt az egyházmegyét, talán arra a képre, amilyen most is a Pécsi Egyházmegye, hiszen ennek az alapjait mindenképpen az ő tevékenysége alapozta meg. A Pécsi Német Kör örökségklubjának rendezvényein részt vesz László Judit is, akinek az édesapja írta az országban az első könyvet a németség meghurcoltatásáról, és aki Mayer Mihály korábbi püspöktől Szitovszki díjat vehetett át. Édesapám 26 könyv szerzője, ismerte ember volt, igazság szerint újságíró, író, és mivel az ember és a szakmai, irodalmi életútját azért preferálták, hála Isten, ha utólag is, és az köztudott volt róla, hogy a nehéz időkben is megvallotta hitét, és ez jellemezte mind az emberi, mind az irodalmi munkásságát. Ő szerkesztette az úgynevezett vasárnapi nagyműsorokat, ökumenikus műsorokat, Kapocs,
címen, és megszólaltatott minden felekezetből prominens személyeket, és egyúttal olyan irodalmi attitűdbe ágyazta az emberi sorsokat, megvilágítva, hogy irodalmi rangra emelte, amire én nagyon büszke vagyok, és hát eljött az az idő, amikor ezt a püspök atya, Maier Mihály püspök atya is elismerte olyan módon, hogy megköszönte, mert ugye ez nem csak irodalmilag értékes dolog, hanem az egyházi szempontból is, illetve megerősítette azt, hogy vannak ilyen emberek, akik ebben is maradandót tudnak alkotni. Ennek így manifesztálódott ez a Szczytowski díjban 2009-ben, amit készhez vehetett, és én nagyon örülök ennek így utólag, mert hát édesapám már sajnos jó néhány évvel ezelőtt elhunyt.